lassan egy hónapja, hogy felbojdult a közvélemény egy bírói döntés miatt. Példátlan ítélet született, hogy a Köztársaság utca két labdázóját be kell zárni, sőt mi több, kötelezik az önkormányzatot a pályák elbontására. A labda pattogás zavarta őket, ezért két lakó feljelentést tett. Ebből lett aztán per, melynek a végén másodfokon született ez a sokak számára csak szürreálisnak nevezett ítélet, vagyis hogy a gyerekek nem focizhatnak és kosarazhatnak itt többet. Hidasi Jójárt Judit sem akart hinni a szemének. A három gyermekes édesanyával felelevenítettük, hogyan érte a hír hetekkel ezelőtt. Facebookon láttam ezt, hogy megindultak a posztok ezzel kapcsolatban, meg a felháborodás ezzel kapcsolatban. Teljes kiborítónak találtam, mert eleve az ötlet olyan szürreális volt, hogy ilyen megtörténhet ma, hogy egy ember szembe helyezkedve egy közösséggel per tud nyerni egy ilyen ügyben, ahol is senki nem veszi figyelembe a gyerekek érdekeit, meg az egészséghez való jogát. Judit számára nem volt kérdés, hogy tenni kell valamit, ki kell állni a felnőtteknek a gyerekek mellett. Ő volt, aki elindította a bezárás elleni tiltakozó akciót. Tulajdonképpen egy ilyen vicces hozzászólogatással indult ez az egész, hogy mi lenne akkor, ha pattogtatnánk labdát, mert hát pont az, ami zavarja az illetőt. Aztán rájöttünk, hogy ez akár lehetne egy hang is, amivel fölhívjuk erre az egész dologra a figyelmet, és sikeres lett, mert az első szervezés óta már számtalan hasonló esemény volt. Kosárcsapat is szervezett már akciót, de civil közösségek és a város képviselői is támogatásukról biztosították a szülőket, akik egyöntetően azt szeretnék, hogy ne szűnjön meg a gyerekek sportolási, kikapcsolódási lehetősége. Azt tölt el örömmel, hogy ez másnak is fontos, és mindig tiszteltem az olyan embereket, akik nem csak szájkaratéznek, hanem ki is állnak valami mellett, amiben hisznek. Sokan támadnak, hogy fölösleges itt csatározni, ennek megvan a jogi útja, a jogi útra kell terelni. A jogi út az nem a mi útunk, azt az önkormányzat hivatott végigjárni. Mi ennyit tehetünk, polgári engedetlenséggel fölhívjuk a figyelmet valamire, ami szerintem lehet, hogy jogorvoslat történt, de itt nem igazságszolgáltatás történt, és nem csak én érzem így, hanem nagyon sokan. A gyerekek stábunknak is számos alkalommal elmondták, szomorúak, hogy nem járhatnak már ide labdázni. Nagyon sokat játszottam igazából apukámmal is, a tesómmal is, meg az egy-két barátommal is fociztunk itt nagyon jókat. Szerintem kár, hogy ezt elbontják. Elég sokszor kosárlabdáztunk és fociztunk is, főleg a nyár folyamán. És megmondom az őszintét, sose játszottunk úgy szerintem, hogy másokat zavartunk volna. Szerintem azok a rágalmak nem igazak, hogy direkt úgy játszottunk volna, hogy másokat zavartunk volna. Én ennek nem adok igazat. Judit maximálisan igazat ad a gyerekeknek, hiszen itt évtizedek óta labdáztak kicsik és nagyobbak, több generáció is felnőtt, rengeteg sport és közösségi élményt szerezve. Mi nem itt lakunk a lakótelepen, de mi is kijárunk a kisebbik gyerekemmel ide focizni, mivel hogy ugye betonos a pálya, így rosszabb időben is fölöltözve, aláöltözetbe itt lehet február közepén is futballozni. Én nagyon sajnálom, és a gyerekek is nagyon sajnálják, vannak, akinek semmilyen más lehetősége nincs arra, hogy szabad levegőn mozogjanak. Itt egy társasági életet élhetnek, szocializálódhatnak, ez hozzátartozik. Magyarországon, de nem csak Magyarországon, én még lakótelepet úgy nem láttam épülni, hogy játszótér és dühöngő ne épült volna. Ez velejárója. Ezt 79-ben, amikor megépült ez a komplexum, ezt ide építették azóta is, mert az én generációm egy része is itt nőtt föl. Judit azt mondja, ha ez megtörténhet, hogy egy labdázót bezárnak egy ember miatt, mi lesz a következő lépés? Igen, és akkor mi következik, hogy zavar egy embert egy játszótér, akkor ne játszanak a gyerekek, ha zavar egy sportlétesítmény, akkor szüntessen meg a sportlétesítményt, ha veszek a Széchenyi úton egy házat, és rájövök, hogy a négysávos autóút mégsem nekem való, akkor törjék fel a négysávos autóutat. Nem, a társadalomba való beilleszkedésnek része az is, hogy toleráns vagyok a környezetemmel szemben, más különben miért választom az adott helyet arra, hogy itt lakjak. Alkalmazkodni kell. Az önkormányzat fellebbez az ítélet ellen a kúriánál, a szülők, a felnőttek pedig annyit tehetnek, hogy a maguk eszközeivel felhívják a figyelmet az elfogadhatatlan döntésre.
Judit azt mondta, folytatják a labdapattogtató akciókat, kitartanak a végsőkig. Mi azt szeretnénk, ameddig csak lehet folytatni, amilyen hétvégén nem utazom és itthon vagyok, akkor én akár minden hétvégén is szívesen szervezem. Jövő hétvégére tervezzük szombaton 3-tól a következő időpontot.